Mindig is érdekelt ez a csatorna, aztán azóta beszéltek róla mások is, és akkor egy kicsit így azt mondtam, hogy jó, akkor ez ugyanarra nem akarok tartalmat gyártani, de igazából azóta úgy látszik a fiatalok kultúrájáról beszélt ez az úriember. Nem vagyok már olyan fiatal, mint aki tényleg fiatal, attól függ, hogy ez viszonylagos. Mégis azért követem a fiatalok kultúráját, próbálok benne otthonosan mozogni, meg valamennyire magamnak is érzem, és öreg Bedő Imre a Férfiak Klub két videót is szentelt a fiatalok kultúrájának, a zenének, a Szigetnek, úgyhogy arra gondoltam, hogy én ezt megnézem, mert biztos vannak érdekes meglátásai. Én belehallgattam, amúgy nem a legszörnyűbb borzalom minőségre, nem érzem rajta azt a szörnyű visszataszító vibe-ot, mint egyes propagandistákon. Azt is elhiszem, hogy Bedő Imre, amit mond, ezt tényleg így gondolja. Azt mondja, hogy miénk utána az új nemzedék félrevezetése zajlik, ébresztő. Na szavasz! Mindent a gonosz szülők finanszíroznak. Beutaztátok az egész világot, a legdrágább cuccokban a legdrágább... Jó, erre még nem reagálok, mert úgy csinálja a videókat, hogy előtte van egy ilyen erős mondat kiragadva, figyelemfelhívó az intro előtt, majd lesz kontextus a később. A legdrágább fesztiválokon, a legdrágább telefonokkal, a legdrágább koncerteken csapatjátok már gyerekként, semmit, de semmit nem kellett még letenni az asztalra. De azért itt már érződik egy kicsit, hogy itt... Tudod... Majd próbálom nem sokszor azt a kifejezést használni, hogy boomer, mert amúgy azért az eszébe jut az embernek, amikor ezt a kicsit lenéző fiatalságot egy-egybe félreértő, általánosító dolgokat hallja. Köszönöm szépen nektek, hogy ez a komoly társaság kitart, és ilyen komoly témák mentén keresi a lehetőséget a cselekvésre. Figyelj, milyen kedves, én ezt el kéne tanulnom, hogy ilyen kedves a nézőkhöz. Nem ezt az iskolát vannom, de így is még túl sokat megengednek maguknak élőben, szóval nem ez jó ez így. Figyelj, azt el lehet mondani, hogy technikailag tetszik. Figyelj, 4K, van egy jó füles rajta, hangja is jó, basszusos a csávónak. Szóval ilyen szinten nekem ez tetszik, ez férfias. Én azt mondom, hogy férfias dolog, hogy figyelnek a minőségre, és ezt értékelem. Viszont van a másik nézet, az egy kicsit nekem nem lehetne jobb, kicsit túlságosan sok tér van mögötte, de hát ezek kis apróság, technikai apróságok. Alapból én azt mondom, hogy ez ritka az ilyen igényes csatorna technikailag itthon. Tehát ez az élet sikerének a mentor csatornája. Ehhez viszont be kell járni az önfejlődésnek az az útját, amit most eltakarnak előlünk. Ma is egy ilyen témáról lesz szó, hogy hogyan takarják ki előlünk, sőt, hogyan vetítenek elénk olyan képeket, amire azt gondoljuk, hogy hú, de jó. És most megint ugye a fiatalok segítésére. Mi azért kíváncsiak, hogy egy ilyen csatornát hány ténylegesen fiatal néz. Inkább úgy tudom elképzelni, hogy ilyen idősek nézik, és akkor együtt bólogatnak, hogy igen, igen, igen. Próbálunk olyan megfejtéseket elmondani, amit mi már azért látunk jobban, mert nem először fordul elő velünk, és már megszívtuk. És szeretnénk, ha ők nem szívnák meg. Ez korrekt. Én se gondolom azt, hogy az idősebb generáció aktívan a fiatalok ellen szeretne tenni, amikor a riadt nyugdíjas retteg a migránsoktól, ők tényleg jót akar a gyerekének azzal, amit mond, amit csinál, amilyen rendszert életben tart, de attól még nem biztos, hogy azt, hogy valaki jó szándékkal cselekszik valamit, az a ténylegesen jót is fog tenni a gyereknek, a következő generációnak. Hát nyilván mindenki azt akarja, ami a legjobb neki és akár a unokáinak, csak nem biztos, hogy ugyanaz a véleményük, vagy akár az se biztos, hogy ugyanazt a dolgot tartják jónak. Mást vár a világtól egy nyugdíjas, és más vár egy gimnazista, ami persze rendben van, csak hát igen. Amikor sok generáción keresztül nézzük, akkor csomószor már egyszerűen a jónak, az egészségesnek, a pozitívnak, a haladásnak a definíciója is más. Meglátjuk, hogyha tovább küldi mindenki fiataloknak vajon... Na, kíváncsiak, ha hányan kapták meg ezt fiatalok. Megmerik-e nézni azt, vagy már most azt mondják, hogy jó, hát unom a csávónak a hosszú körmondatait, már nem tudok én annyit koncentrálni. Hát akkor viszlát, aki nem tud annyit koncentrálni, az megjárja. Hát figyelj, ez is egy hozzáállás. Hogyha tényleg a fiatalokhoz akarnék szólni, akkor nem az van, hogy hú, te nem tudsz végignézni egy hosszú videót, mert te teljesen máson szocializálottál, akkor hát ez van, megszívtad, és akkor igazából mennyire akartam a fiatalokhoz szólni, hogyha nem vagyok hajlandó fiatalok nyelvén beszélni egyáltalán. Ez egy csomó csatornánál van, hogy hát ő
értelmes tartalmat gyárt, és hát hülyék már nem nézik az emberek, de közben nem, neked a dolgod, mint tartalomgyárt, hogy szórakoztató legyen. Nyilvánvalóan, hogyha fiatalokhoz akarok szólni, akkor megpróbálom úgy tálalni, hogy ez nekik is érdekes lehessen. De amúgy az sem igaz, hogy nem tudnak hosszabb dolgokat végighallgatni. Minket is egy csomó fiatal hallgató jól van, ez igen, csak hát próbáljuk néha úgy tálalni dolgokat, hogy szórakoztató legyen, aztán vagy sikerül, vagy nem. Valaki már úgy szokott nekem, többször köszöntek rám, hogy te nem az a Sávó vagy a TikTokról. No, hát biztos ott is vagyunk, de olyan furcsa belegondolni, hogy valaki azt se tudja, hogy van, jól van ez egy YouTube csatornának fókuszcsoport, csak a TikTokon szokott látni. Ez a cél, hogy azért onnan is felfedezzenek, szóval nem az, hogy jó, hülye TikTok, hanem az, hogy jó, akkor most mi hogyan tudnánk ezt. Apropó, ezt is meg akartam csinálni, hogy mostantól minden az élő adásokat is szeretnénk a TikTokra is kimenne, csak a múltkor egy kis akadályban ütköztünk, de majd megoldjuk azt is. A Carson Coma zenekarról is szó lesz, rögtön próbáltam. Carson Coma! A legutóbbi időkben figyeltem fel arra, hogy a csapból is ők folynak. Tehát, hogy amikor a média elkezd tolni valakit, és hirtelen mindenhonnan az ő interjúik, mindenhol az ők lesznek a megmondó emberek, mindenhol óriási koncerteket tartanak. Amúgy az érdekes, ez a média tolja őket. Ez szerintem többféleképpen megy. Hogyha valakit érdekelnek, a fiatalok szeretik őket, és a fiatalok szívesen kattintanak, hogyha róluk van szó, meg láthatóan népszerűek, akkor vajon a média tolja őket, vagy pont, hogy a média, akinek szüksége van, hogy ó, én is csinálok róluk egy cikket, én is behívom őket, mert épp népszerűek. Ez az egyik, a másik, amikor ezt a kifejezést, hogy a média tolja őket, inkább olyanokra alkalmaznám, amikor igény nincs rá annyira, és mégis azt látjuk, hogy mindenhol feltűnnek. Nyilván a Tóth Gabi mindenkinek eszébe jut, amit a kormány média nagyon tol, miközben igény láthatóan azért akkora nincs rá, egy csomó ember tolnak, aki úgy érzik, hogy azt mondja, amit ők szeretnének. Youtuberek között is, főleg a Postforrendnél azért látok egy-kettőt, akit a csapból is ő folyik, miközben annyira sok embert nem érdekel, de hát megtalálta a Postforrend, hogy ő lesz, akit most tol. Szóval a Youtube-on is előfordul ez, de alapvetően a Carson Coma, én nem érzem, hogy a csapból is ők folynának, mert ugyanúgy folyik a csapból a Jude Law, a Krúbi, Azaria, mindig is voltak népszerű zenekarok, most ők azok, most jó. Szóval ezt nem gondolom, hogy nagyon tolnák. Olyanok, akiről azelőtt senki nem hallott, sőt, másfél-két évvel még ők maguk sem voltak senkik. Hát ez nem igaz, hogy előtte senki nem hallott. Ez a kedvenc ilyen Facebookos hozzászólásom, hogy nem ismerem, ezt tudnom kéne kicsoda. Hát értem, hogy te nem tudod kicsoda, hát ez nem a zenekar hibája. Másfél éve is már voltak híres számai a Carson Comának. Azóta meg még megjelent egy albumuk is idén, szóval gondolom, amikor megjelenik egy előadónak egy lemeze, akkor alapból egy kicsit jobban hírekben van. Nem másfél év alatt jutottak el idáig, az is biztos, csak érted, te felfigyelsz rá, én eddig nem hallottam róla, én, aki miért hallott volna a fiatalok zenéjéről, szóval akkor biztos most hirtelen robbantak be, hát nem, csak te nem figyelsz eléggé. Akkor a magamfajta társadalom stratégiával foglalkozó közgazdász, aki jártas a média működésében is. Én is ilyen vagyok. Én is közgazdász vagyok, és én is tudok ilyen szép szavakat mondani magamról, hogy komolyabban vegyenek, de titeket nem tudlak átverni olyan könnyen, mint ő a nyugdíjasokat. Elkezdek nézni, hogy vajon mi van-e mögött. És azt olvastam erről a zenekarról, hogy fantasztikus, ahogy ők megszólítják a fiatalokat, és a fiatalok nagyon jól reagálnak rájuk, mert az ő nyelvükön beszélnek. És mindenki meg akarja érteni a fiatalokat így, úgy, amúgy, de én aztán tényleg kínlódok ezzel, hogy... Hát ezt láthatom. A kínlódás, ezt látom. És kíváncsi voltam koncertjükre is, és nagyon-nagyon örültem, hogy éppen azon a napon, amikor a gyerekeimet azért vittem ki a szigetre, hogy én legyek az, mi legyünk azok, hogy megmutatjuk nekik ezt, hogy mi velünk menjenek be egy ilyen tömegbe, és mi velünk most még beszélgetni is tudnak, esetleg még odafigyelnek a mondatainkra. Nagyon szép, hogy legalább elkísértek a gyerekeit a szigetre, mondjuk. A legtöbb fiatal, ha valahol a szigetre már szülei nélkül akar menni, de ez még mindig sokkal progresszívebb hozzáállás, mint hogy nem mehetsz, meg hogy ott a fertő, elmentek, ők is megnézték. Ilyen szinten én ezt értékelném mindjárt. Jót akar. Talán egy kicsit jobban fel tudjuk készíteni arra, mint hogyha mi nem megyünk oda, és majd egyszer ki tudja, hogy milyen körülmények között akármilyen más fesztivál, vagy ilyen olyan helyre eljutnak, akkor meglepetésként fogja érni mindaz, amit látni fog. Remélem találkoztak a megafonosokkal a VIP-ben, ahogy ott szippantották a szippantani valót. Ja, a Dipsik szoktak érnek, bocsánat, keverem őket valakivel. És meg akartam nézni, hogy miről szól a fiatalok nyelve, mi az, amire ők lépnek. És megnéztem.
Karszonkom, kösd fel a gatyádat most. Mi sem láttunk ennyire tisztán, amikor fiatalok voltunk, de nekünk a 90-es években, amikor a művészekre hallgattunk, akkor nem volt, aki... A Bedő Imrén a visszatérő toposz, hogy jó, azért mi sem voltunk tökéletesek, de mindig elmondja, hogy ők mennyiben jobbak voltak, mint a mai fiatalok, meg a mai világ. Valószínűleg most is meghallgathatjuk ezt. De mi lett volna a Krúbi koncert, mert tényleg ezt lehet, hogy elájult volna. Mondja, hogy hogy működik ez az egész, sőt, ami működési mechanizmusost elmondok, hogy kik jönnek föl, miért jönnek föl zenekarok, miért csinálnak a semmiből ugye óriási sztárokat. Hát ez nem a zeneipar, az így működik. Ha más nem a Rolling Stones, meg a Beatles óta. Bitvis. Nekünk nem volt, aki elmondja, de mi már látjuk, hogy hogy működik, és valamilyen módon el tudjuk mondani, aztán vagy ide figyelnek, vagy nem a fiatal, pedig a saját érdekükben mondom, mert ő nekik van hátra egy csomó az életükből, vagy jól csinálják, köszönjük szépen, mi már valahogy el leszünk, de ő nekik 30 évvel több van hátra, vagy pedig 30 évvel többet fognak szívni, ha nem jól csinálják, tehát körülbelül ennyi az egész. Fogadjuk meg a tanácsát, ne szívjunk 30 évvel többet. Mert a drogról szértem. Kérdés tehát, hogy kit kapnak ma fel? Melyik zenekart? A semmiből kiből lesz sztár? Kell a tehetség, kell a karizma, kell a jó szöveg, a jó zene, el kell találni a korszellemet, mi? Hát igen, nem olyan egyszerű. Ez így mindig ilyen egyszerűen tűnik, most nem neki mondom, hanem tudod, aki külső szemlélőként magyaráznak a mai zenére, de hát tényleg nagyon sok dolognak kell összeállnia, hogy kitűnjél, mert manapság azért már sokkal egyszerűbb a belépési küszöb, hogy zenét készíts, már nem kell nagyon drága stúdiókba vonulnod, már otthon felveted a dolgaidat, otthon megmixelheted, masterelheted. Például az új Azi album, vagy mi az LP, ott is az egészet az Ati mixelte, masterelte, oda van írva, szerintem otthon vette föl. Ilyen régen elképzelhetetlen volt, itt meg otthonról felveszel valamit, és akkor a top listák elején tud lenni. Nagyobb is a konkurencia miatt, és nehezebb kitűnni a zajból. És manapság már nem csak a zene számít, régen se csak a zene számított, de most azért nagyon self-made-nek kell lenni egy csomószor, hogy befuss. Most már inkább magadra vagy utalva, ami jó, mert autentikusabb, hogy a social médiában magadat kell menedzselni, meg minden, csak nem mindenki ért mindenhez. És ahhoz, hogy eljuss emberekhez, meg muszáj a zenén kívül ahhoz is érteni, hogy na most akkor hogy is jutok el emberekhez. Nem olyan egyszerű, összetett ez is. Azt írja valaki, szerintem a minőséget még mindig a stúdió adja. Hát nem feltétlen szerintem. Otthon is meg lehet csinálni egy olyan helyet, ahol szépen fel tud venni az éneket. A hangszerek meg nagy része az a számítógépen csinálod meg. Szóval lehet, hogy egy profi stúdióban egy profi ember még jobban meg tudja mixelni és masterelni, ez aláírom, de aki nagyon profi és hallja, azt érzi a különbséget, meg érzem, hogy biztos van benne kis sznobizmus is, de az emberek 99,9%-a azt se hallja, valami kurva szarul van megcsinálva, főleg, hogyha még valaki beteszi az időt és energiát, hogy otthon is jól mixelje, masterelje, akkor meg már tényleg emberek nagy részének az elég lesz. De hát nyilván az ilyen stúdiók nem véletlen vannak. Nyilván hangulatos, hogyha egy zenekar ott vesz fel egy lemezt, hogyha oda bementek együtt, fölvesztek együtt, mixeltek, mert szerintem megvan a stúdióknak is a előnye, de nem csak ez az út van már. Értelemben nincs is kritikám velük szembe, tehát fantasztikus. De a hiénák várnak erre, hogy mire mozdul a tömeg, mire ugrik a tömeg. De hogy na utána jó. Kit kapnak föl? Hát akik akit tolnak. Azt kapják föl, akit tolnak, vagy nem azt tolják, akit felkaptak? Akit tol a tömeg? Így lehet mondani. Felkapják azt, akit tol a tömeg, csak ő nem erről fog beszélni, hanem arról, hogy a média kiválasztja, hogy kit toljon. Csak ez azt jelenti, hogy alapvetően nem értettük meg a fiatalok kultúráját, az internetes kultúrát, ahol már nem lehet csak úgy tolni valakit és lenyomni a másik torkán, hanem itt tényleg akkora szabadságod van dönteni, hogy akárki, akármennyire tolhat valakit erőltetetten, ha szar, nem fog érdekelni, hanem mész tovább és keresel valami jót. Szóval szerintem régebben, a tikorotokban könnyebben lehetett valakit tolni a médiában. Ma már ez nem lehet megcsinálni. Ugye? Nem. Ez nem értik az internetet. Ez van. Figyeljük majd meg, jó? Na. Van egy nagyon-nagyon komoly vízválasztó az, hogy kívül lesz nagyon híres művész, a mai, ugye a művészeteket uraló ideológiai világba, nem csak Nyugat-Európa, hanem Magyarországon is ugyanaz az ideológiai irányzat uralja a művészeti világot. Én tudom, mi az a vízválasztó, és lehet, hogy nem ugyanaz a következtetésünk, az internet. Nem a tévé, nem a média, az internet, a közösségi média. Van egy vízválasztó. Na mi? Van egy művész, aki hirtelen ugye a korszellemet megértve népszerűvé kezd válni, és ha igazat mond,
és karizmatikusan teszi. Rámutat az igazi felelősökre. Sorosra. Jó zenével, jó szöveggel. Mondjál már példát, hát, hogyha valaki tényleg jól tolja, jó zene, jó szöveg, rámutat az igazi problémákra, akkor befut. Ezt azonnal elássák. Ajajaj, kire gondolhat ki? Olyan nehéz így rébuszokba beszélni. Kitársnak el? A ki? A NER, meg az egész kormány közeli dolog, ami minden ilyen ér lehajol, és úgy tölje őket, ahogy csak tudja, mintha nem lenne holnap. Hát pont ez a lényege, hogy az állam mindenkit, aki kicsit csak ennyit köhög egyet, és úgy hallják, hogy mit köhögtél, hogy jó a Fidesz? Gyere, akkor itt van, itt egy platform, itt vannak millió. Nem lehet, hogy egyszerűen nem ideológiai szempontból kell megközelíteni, hogy most ő közelíti meg, hanem jó zene vagy rossz zene. Az, hogy milyen a popkultúra éppen, mi a menő, nyilván a fiatalok határozzák meg. Nem lehet, hogy a fiataloknak mindig is eleme volt az, hogy lázadjanak, szóval van egy több mint egy évtized egy hatalom, és akkor nem lehet, hogy egyszerűen ez a természetes, hogy a fiatalok ez ellen mennek, szóval nyilván a fiatalok kultúrájában is ez fog visszatükröződni. Ezt azért meg lehet érteni, nem? Elkezdi karaktergyilkolni, elhallgat. Ki? Egy példát, de nem tud, mert elhallgattatták, úgyhogy... Nem adnak neki teret, tehát nem emelik fel semmiképpen. Tehát egyszerűen elkezdik elásni, vagy szándékosan. Kik és kit? A rébuszokban beszélést ki vagyok? Hiányolom a konkrétumokat. Ha ennyire általános következtetéseket levon, akkor azt gondolná az ember, hogy nem is csak egy példa van, hanem egy számtalan példa van rá, de akkor legalább alá lehetne támasztani. Neki mennek, és mindennek elmondják, ami csak létezik, és el lehetetlenítik az életét. Lipsik el lehetetlenítik a szegény művészek életét. Így szokott lenni. Nem kerülhetnek be a Telexre, meg a 444-re, meg ennyi. Többit az a kormány csinálja, szóval igazából nagyon akarnának, akkor a Petőfi díjat is kaphatnának. Ha viszont egy művész nagyon ért a korszellemhez, és árnyékra vetődik, ő jó szándékkal nem hazudni akar, egyszerűen csak rosszul méri fel az igazi hibást. Mármint, hogy szerinted? Lehet, hogy te vetődsz árnyékra? Mert lehet, hogy busásan megfizetnek azért, hogy ezzel az árnyékra rávetődj, de szerintem magától is rávetődnek. Kicsit úgy érzem, hogy így meg sem fordul a fejében, hogy nem csak egy az igazság van, amit ő mond, és nekem ez kicsit visszás, hogy egy idős ember majd megmondja a fiataloknak, hogy mi az igaz, és meg se fordul a fejébe, hogy lehet, hogy ebben nem az én véleményem lesz a releváns. Ha nem a valódi felelősöket keresi, hanem valaki olyat hibáztat, aki nyugodtan hibáztatott, mert a kutyák ugatnak, de a karaván hátul halad, ugye? A Fidesz hibáztatja. Semmi felelősség a Fidesznek, bazdnek. Csak 13 éve van hatalmon. Az igazi hibás Brüsszel, Soros, migránsok, Buzik, Lipsik, mindenki. Mindenkinek felelőssége van ebben, csak azoknak nem, akik ugye a döntést hozzák, és akiknek hatalma van. Ez is egy felvetés amúgy. Ha csak igazságnak tűnő dolgokról, de a tömegnek tetsző igazságnak tűnő délibábszerű dolgokról, tüneményekről beszél. Mint te, aki nem tud példát mondani. Ha valami délibábnak tűnik, az a példabeszéd, amit nem támasztják alá, legalább konkrétumok. Amire jól reagálnak az emberek, akkor azt azonnal ez a gépezet felemeli. Látjuk, hogy főleg akkor emelik föl, hogyha körbe-körbe járatja a rajongókat, nem vezeti őket sehová, mert akkor... Körbe-körbe járatja a rajongókat? Circle Pit-ről beszél? Mi van itt? Hol járatja körbe-körbe? Koncertre? Az a rendszer, aki létrehozza a sok problémát, az nyugodtan teheti a dolgát, mert a tömeg nem vele fog foglalkozni, és ez a művész a saját érzékenységével, hál' Istennek, nem fette fel a valódi felelőst, hanem valaki árnyékra vetődik. Mondjál már konkrétumot! Legalább kimondhatná, hogy akkor a karszonkoma erre az árnyékra vetődött rá, mert őt hibáztatja ezek helyett, de még ezt sem mondja ki. Akkor bizony teret adnak nekik. Akkor interjú hegyek lesznek, felemeli őket minden média, mindenhonnan ők fognak folyni, ismertséget fognak hozni, ebből az következik, hogy a mellekre tudnak dedikálni. A melleket írnak alá a zenészek? Nem, ez tényleg régen volt ilyen. Én még nem láttam. Régen még a sztárnak is jobb volt lenni, bazzeng. Ellenk állandóan csak fotózkodni akar mindenki, nem kell melleket aláírnunk. És miről beszélünk? Hogy nem tudnak kilépni az utcára, ebből következik, hogy bármit mondanak, azt ők maguk is elkezdik elhinni, hogy valami annyira font. Hát ez a legrosszabb, hogyha valamit mondasz, és még te is elhiszed. Te elkezded elhinni, amit mondasz.
Érted, ez nem fordítva szokott lenni, bazzeg? Pénzt is fognak keresni, tehát... Hát igen, hogyha nagy az igény rád, akkor lehet pénzt keresni. Ezt nagyon nehéz megérteni a kormány médiának, hogy valaki meg tud élni piaci alapon. Nem is értik általában, hogy ez hogy lehet. Nem értik ezt a koncepciót, hogy valakit nem egy párt fizet, és látod, hogy tele van minden hely, vagy zenészek fellépnek, és tehát hát nem értik. Hát ez kipénzeli. Nem értik. Egyszerűen nem értik. Ebben a feudális rendszerben nem tudják beépíteni ezt a piacgazdaságot így. És ez, hogy hirtelen teret adnak, egyszerűen ez a legbiztosabb ma módja annak, hogy ezek egyre inkább a megszokott minta szerint ugyanazt a félrevezetést csinálják. Azért Magyarországon nem sok zene az, ami fiatalok között népszerű, és tényleg politizál. Úgy csinál, mintha ez lenne az állandó. Most a Carson Komának van egy-két száma, ők azért kiállnak értékek mellett, amit értékelek. Krúbi, aki ilyen mainstreamből eléggé benne van a politikában. A Betonfinak, mindenkinek vannak ilyen morzsák, amit elszornak. Ja, a Bongor is, tényleg az is. Belerakta egy-két számába, ami már sokkal több, mint amit a legtöbben csinálnak. Ahhoz képest, hogy mennyi mainstream előadó van a fiatalok körében, aki népszerű, ahhoz képest még mindig nagyon kis százalék az, akik politikával foglalkoznak, és abból is a legtöbb csak néha-néha bele szór egy kis csipetnyit. Szóval régen egy csomószor sokkal több politika volt, vagy legalább ennyi régen is mindig volt. És még egyszer mondom, nem rossz szándékkal vezetnek félre embereket, egyszerűen vakok, és azok viszont, akik őket felemelik, azok egyáltalán nem vakok. Tehát azok tudják, hogy na, őket kell felemelni. Igen. Ők az okosak, az idősek, mert ők emelik fel, a fiatalok meg vakok, nyilván, mert nem azt mondják, mint én. Abszolút értem, hogy a magyar politikát lehet kritizálni, tehát ők is ezt teszik. Köszönjük szépen. Lehet, nyugi van, lehet kritizálni, megengedik, még. Minden koncerten muszáj ezt érinteni, jük és hű, nagy hőbörgés lesz. De a fiataloknak mondom, hogy figyeljetek oda, strukturális, rendszer szintű problémák vannak, ami az ő életüket, a ti életeteket befolyásolja. Na majd most megmondja a bácsi, hogy mi az igazi problémátok. Mindenki kussoljon, és figyeljen oda. Nekünk szülőknek meg óriási fájdalom, hogy ti milyen világba fogtok felnőni, mert mi nem ilyen. Hát, bocsánat, hogyha mi ilyen világban növünk fel, ezt vajon mi okoztuk-e, vagy a felettünk lévő generációban az meg? Látjuk a ti problémáitokat. Látjuk, csak leszarjuk. Nem szarják. Gondolom, az előző generációknak semmi köze ahhoz, hogy milyen lett a világ, hanem tudjuk, kik irányítják felülről, ez a tippem. Vajmi keveset tehetnek a mi nemzeti politikusaink ezekben az ügyekben? Azért, nem tudom, azért azt gondolnám, hogy ez, hát azért, na hát, kétharmada azért lehet egy-két dolgot csinálni, például pont amit akarsz. Nyilván a nemzetközi, gazdasági és társadalmi folyamatokból nem vonhatod ki magad, de azért nagyon sok környező országnak sikerült gyarapodnia és sokat elérni az elmúlt évben, vagy évtizedekben. A szülők is valami keveset tehetnek. Hát, bazzeg, ez hihetetlen. Szóval itt vagyunk ebben a szarban, és se a politikusok nem tehetnek róla, se a szülők. De akkor, jó, akkor ki? Akkor ez csak így, na jó, csak mond valamit. Azért csak van valami felelősség a másik generációnak, meg a politikusoknak abban, hogy hogyan alakul a világ. Problémáitok a következők. Tehát most nem fogom az összetet felsorolni, de sok-sok van. Tehát a magány. Ez most én... Jó, a magány, oké. Okay. A kilátástalansága. Kilátástalanság már lehet, hogy ott már körülnéznék azért a politikusoknál, nem? Egy országban, mert mondjuk skandináv országokban nem érzi azt, hogy kilátástalanság van, miközben a globális folyamatok ugyanúgy hatnak rá, akkor lehet, hogy az ő politikusaik okosabban döntöttek, mert amúgy rengeteg országban Európában, ami sehol nem volt 50 éve, és felfejlesztettek dolgokat. És nyilván mindenki, mindig megvan az ok utólag, hogy jó, hát neki könnyű volt, mert. De hát ugyanúgy itt is lehetett volna egy ilyen, hogy valamit észrevesznek, amit más nem, és akkor utólag már mondhatjuk, úgy könnyű volt Magyarországot felvirágoztatni, hisz ez meg ez, csak ugye nem nagyon tudjuk most ezt mondani, mert nem lett felvirágoztatva. Az anyagi meggazdagodás lehetőségének a bezáródása. Igen, ez erről biztos nem tettek a politikusok. Diplomáitoknak az elértéktelenedése, a munkanélküliség és a haszontalanság fenyegetése a ti élet.
De akkor meg miért szavazzak ezekre a politikusokra, akiknek se felelőssége nincs, se befolyása nincs? Inkább mások kellenének oda, nem? Akik azt mondják, hogy fél nekem ebben van felelősségem, érzem a felelősséget, és ezt szerint fogok tenni. Hogy a digitális és információs túlterhelés, amiben ti éltek. Legalább úgy érződik, hogy tényleg tudja, hogy milyen problémái vannak a fiataloknak, csak érdekes módon mindenért más a hibás. Az, hogy a modern függőségek teljes tárházát rátok szabadították nyakló nélkül, és számtalan függőség. Így van. Megért ez a csávó. Figyelj, azt mondom, hogy azért érti a dolgokat. Ugye szívja el az erőtöket. A párkapcsolati, családalapítási kockázatok hihetetlen mód megnőttek. Sem a szülők, sem a politika nincsen erre közvetlen hatásod. Hát, azért. Akkor, ha nem is közvetlen, de közvetett, azért csak. Hát, bazd, ők hozzák a döntéseket. Méghozzá nem is úgy, hogy itt harcolni kell, hanem azt csinálnak, amit akarnak. Ha akarnak, egy adónemet beszüntetnek egy héten belül. Tényleg, hogyha nekik fontosak, hogy holnap már megszavazzák, és már másnapra ott van a magyar közlönyben, de ilyenkor ezek, hát sajnos erre nincs rá hatásom. Minden, ami az életedet befolyásolja. Figyeljetek, amit mondok, nagyon érdekes ez. Tehát mi mind áldozatok vagyunk. Tehát... Ők is áldozat. Tudhattam volna. Hát akkor egy hajóban nevezünk, tesó. Egy olyan világméretű rendszernek és propaganda gépezetnek és világ átalakító, szellem gyilkoló, gyökér átalakító. Az mindig olyan jó, mindig magasabbra mutogatni. Igen, minden ország tehetetlen, az összes ország összessége meg valahol azért a világ. Csak akkor mindig lehet följebb mutogatni, hogy nem mi vagyunk hibás, hanem az a dolog fölöttünk, amit igazából se megfogni, se bizonyítani, se így körülnéni nem tudok pontosan, de hidd el, hogy ott van az a rémség. Igazából igen, engem béreltél föl, hogy megvédjelek, de én úgy tudom, kint van a Yeti, úgyhogy jobb, hogyha itt maradunk. Itt jön a Yeti, nagy pöcse van neki, rettegnek az emberek. A Yeti hibás, nem én, hogy mondjam, ez kicsit olyan kényelmesnek tűnik, nem? Hogyha kell egy járdát is tényleg csinnadatrával átadnak, és nyomtatják azokat a plaketteket, hogy őuralmuk alatt lett ez felújítva, a sikerek azok mindig jól jönnek, de amikor számon kérsz, hogy fél, ez itt nem, nincs rendben. Hát igen, na erre sajnos nincs befolyásom. Tudod, fönt a világrend, meg a minden, mert a világot így irányítják felül, hogy mindenkinek szar legyen. Nyilván nem lehet az, hogy egyszerűen a világ annyira kaotikus, hogy nem lehet egy központi helyről irányítani. Ezek az összeesküvés elméletek mindig feltételezik, hogy a világ nem egy kurva nagy káosz, ahol mindenki megpróbálja a saját érdekeit érvényesíteni, hanem valahol a felső szinteken ott már mindenkinek ugyanaz az érdeke, nem pont, hogy nem. Két ember van egy szobában, már valószínűleg összevesznek, nem hogy majd egy globális szinteken, de mindegy, és nyilván sose bizonyítható. Érdekes, hogy minden rájuk fogható. És akkor mindig, amikor kényelmes, elővehető. Kicsit olyan, mint a... bele se keverem a vallást. Társadalom mérnökségnek vagyunk az áldozatai. Mi szülők ugye nyilván azért, mert mi nem is vettük észre, hogy mikor kaptuk be ezt a horgot. Melyik horgot? Példát kérek. Tehát ugye most valamilyen módon össze kéne fognunk, de ehhez nekünk először is szülőként rá kéne jöjjünk az, hogy mi hol rontottuk el, mikor voltatunk el. Ahhoz először felelősséget kéne vállalni, ugye? De ti most mondtad, hogy nem rontottatok el semmit. Ennek az áldozatai vagyunk mindannyian. Mennyivel jobb áldozatnak lenni, mint felelősséget vállalni felnőttként? Én is áldozat vagyok, nem tudok mit csinálni. Ti áldozatok vagytok, nem vállaltok felelősséget, de a fiatalok azok legyenek ennél okosabbak, de hát akkor rossz példát látunk. Hiába nevezitek meg álfelelősöket ebben a dologban, mert nem lesz attól jobb, viszont levezetitek a gőzt, ezzel csak elszakítanak azoktól, akikkel még a legutolsó szövetséget meg tudnátok kötni. És ott maradtok, hogy csak az állam, a külföldi, tehát a világ állammal, a ENSZ-el, meg a nem tudom, meg a nyugati ideológiai, ugye mainstream-mel, és a globális világcégekkel tudtok szövetséget kötni, ami szövetség abból áll, hogy te írsz levelet, és ott egy robot fogadja. Jaj, kedves Facebook! Nagyon magányos vagyok, szara megélhetés, meg minden. De legalább ez a robot fogadja a levelemet. Pontosan annak a rendszernek vagytok az áldozatai, amit ti éltettek, és aminek tiszta szívből tapsoltok. Hát nem tudom, én azért úgy érzem, ennek egy másik rendszernek is áldozata vagyok, aminek annyira nem tapsolok. Éppen ezért van az, hogy a korszellemet ilyen jól értő, nem a valódi felelősöket, hanem álfelelősöket meg ugye nevező. Álfelelős?
mai kormány álfelelős. Árnyék felelős, ezt a kifejezést most bevezetném. A zenekarok nagyon kapúra jönnek, mert közben ez a rendszer tudja tenni a dolgát. És meg tudja tenni azt, hogy ti majd munkavállaló droiddel tudjatok süllyedni. Igen, ez a rendszer. Az, hogy kilátástalanság van itthon, az nem kényszerít arra, hogy munkavállaló droiddel váljunk. Szóval akik ilyen globális multis cégeknél dolgoznak, azok azt érzik, hogy milyen droidok, amikor rendes pénzt kapnak, embernek kezelik őket, nem mindenhol, de azért... Igen, home office-olhatnak 3 napot, 4 napot is, miközben nyilván a nem globális helyi cégek meg a gyárban robotolni, na az az igaz, akkor nem lettél egy droid. Van kritika a globális multik felé is, de valószínűleg még aki szidja, az is lehet, hogy szívesebben dolgozna, mint a nem tudom melyik falunak a melyik során. Én jobbakat szoktam hallani ezekről a helyekről, de hát lehet, hogy csak... agymosott vagyok. És hogy nektek hogyan tudjátok ebből kijönni, hogy egy kicsit értelmes és igazán teremtő életet tudjatok élni? Húzzatok már startupokból, akkumulátorgyárakba. A kórszelemet eltaláló zenekarok úgymond, ugye egy nagyon rossz diagnózis alapján, egy nagyon rossz terápiát. De amúgy mondjál már konkrétumot, bazzeg, mert hogy melyik számának, melyik sorára gondolsz, hogy ez a sor ezért nem helyes. Én annyira nem ismerem a karszonkomát, de így amit hallottam, abban most nem tudnék így ilyen sort, ami nagyon-nagyon mellé ment. Tudom, hogy a pók az már egy nagy kiállás volt, de szerintem ott azt azért lehet érteni, vagy nem érti. Vagy most volt egy új számuk, ami kifejezetten nagyon jó volt, abban volt politika. De ha feldobom a követ, azt szerintem zenének fantasztikus. Nekem ilyen technikai szempontból is nagyon tetszett, hogy folyamatosan így gyorsul a zene. Mindig vannak szakaszok, ahol folyamatosan a BPM egyre följebb megy. Ez is egy ilyen, nem ezt szoktad meg. Főleg ugye a gépen csinálják a zenét, és akkor megvan egy BPM, és azon megy vége szám. Ez kifejezetten egy üdítő dolog volt, meg a hangulata is jó, meg az egész szám szerintem tök jó lett. De ja, azért karszankoma nem csinál ilyen óriási nagy arcbatolós megfejtéseket, hogy na ez így, ezért szar a világ, és tessék sorban állni. Szóval kicsit úgy érzem, hogy kicsit túl van ez itt tolva. 20 évet fogtok ti is veszíteni, és 20 évben fogtok rájönni, hogy hú, hát árnyékra vetődtünk mindannyian, mert elhittük ezt, és most mi csak annyit tudunk mondani, hogy figyelj, mi már ezt láttuk. Mi is árnyékra vetődtünk, csak nekünk nem volt, aki szóljon, mi meg most tudunk szólni nektek. Mivel vetődtetek árnyékra? LGT-vel? Omegával? Beatrice-vel? Mivel? Tehát a mi generációnk például abban tévedett, csak elmondom nektek, hogy értsétek a mi problémáinkat, hogy a nyugat-európai, amerikai ugye, társadalmakban 100-200 éve zajlik tőke felhalmozás. Tehát a mai németek nem azért élnek jól, mert ők maguk meggazdagodtak, ők maguk a semmiből feljöttek és elkezdtek dolgozni, és akkor lett nekik 10 házuk, hanem azért, mert 300 éve össze tudják rakni, 200 éve össze tudják rakni a vagyonokat ezek a családok. És egyik örökíti a másiknak. Hát azért vannak itt más európai országok. Azért németeket is szerintem egy kicsit azért megviselt a világháború, de nem biztos, hogy annyira, de tényleg ott az északi országok, rengeteg ország van, ami legalább olyan szarul állt 50 éve, mint mi. Sőt, amikor mi voltunk a legboldogabb barak, akkor még lehet, hogy néha jobban is álltunk. Érdekes, hogy össze tudták rakni magukat. Lehet, hogy ha nem a 4 évre gondolkoznak a politikusok, meg nem csak a saját gazdagodásuk, meg a hatalmuk a lényeg, hanem hosszú távon generációkról generációkra van egy stratégia, akkor ezzel föl lehet építeni valamit. Az is lehet, nem biztos. Csak gyűlt ez a dolog, és azért alapvetően létrejött egy társadalmi jólét. Igen, csak úgy létrejött. Hát erre aztán várhatunk itthon. A magyar kultúrában ez nem adatott meg, mert 50 évente mindenünket elvették. Mindig mindenki más hibája, elvették. Valami nagy hatalom, jött valami kurzusváltás, és mindenünket elvették 50 évente. Amit 50 év alatt két nemzedék összerakott, azt mindig elvették. És hát ugye a rendszerváltás ott volt, az ami van. Majd egyszer az is lesz, nem? És ugyanezt csinálták a kommunizmusban a múlt 150-es éveiben is, és amikor ez lejárt ez, a múlt 89-90-ben, amikor én voltam a forradalmár fiatal, akkor azt mondtuk, és a mi nemzedékünk azt mondta, hogy most nyílt meg a lehetőség arra, hogy mi most anyagilag megalapozzuk magunkat, és nagyon igyekezett tudat alatt az egész nemzetség, az egész generációnk, hogy 200 évnyi vagyonfelhalmozást 30 év alatt megcsináljon. Inkább akkor a te generációd arról beszél, hogy miért így zajlott le ez a rendszerváltás itthon. Úgyhogy gyakorlatilag ezek az emberek átlettek mentve, ellettek tusolva, amit csináltak. Volt rendszerváltás, de egy része csak papíron. Hát ezt erre nem lennék büszke. És még azóta is ugyanazt nyögjük, bazzeg. És ebben belerokkantunk. Belerokkant az egész szülői nemzedék. Hát bele.
És ez kinek a hibája? Hogy valamilyen módon le akartuk a ti érdeketekbe egyébként. Ja, bocsánat, ez olyan, mint Walter White, mindig a család érdeke volt. Csak a család, mi érdekünkben csinálták ezt, mi érdekünkben, bocsi, akkor rendben van, akkor köszi. All the things that I did, you need to understand. If I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. Le akartuk tudni, utol akartuk érni a németeket, akik 200 év alatt csinálták azt meg, mi meg 30 év alatt meg akartuk csinálni. Volt, akinek sikerült, nagyon keveseknek. Hát volt, akinek sikerült átlopni a vagyonát. Hát ott azért volt egy kis szabadrablás a rendszerváltás után, ott aki ügyeskedett, az azóta jól van belőle. Körbe úton, még kevesebbnek egyenes úton, mert ilyenek is vannak, nagyon sokan csak egyszerűen belerokkantak, és oda lett a család, és oda lettetek ti. De ez nem a mi hibánk volt. Hát már megint nem az ő hibájuk volt. Árnyékra vetődtünk, ami hihetetlen. Most nektek is azt jelzik, hogy egy ilyesmi árnyékra vetüljetek. Tehát velünk lehet összefogni, mi vagyunk a egyetlen, akivel össze lehet fogni. Az ördög magához akar édeskedni. Nem fog sikerülni! Hogyha már mi megszívtuk, legalább ti ne szívjátok meg. Ehhez ugye nyilván nekünk először a bűntudattól kell megszabadulni, hogy tényleg mi vagyunk a hibások. Hát nem tudtuk ezt másképpen csinálni. Hát ezt nem lehetett sajnos, ezt igaz, nagyon sok országnak sikerült, de hát nekünk nem lehet. Jó. Na. Meg ez alapból érdekes, amikor egy generáció nevében nyilatkozom, amikor mindenki tök más csinált, tök más gondolt, és máig más volt a célja, a kiindulása, az eszköze, és de közben egy generáció nevében most kinyilatkoztatod, jó? Oké? Okay. Volt, ami volt, de most azért álljunk fel. Nézzük meg, hogy mivel főzünk. Hát most már 30 év után, igen. Nézd, feküdtél a kanapén, neked kellett volna elmenni a boltba, de nem csináltál semmit, aztán felállsz, hogy na, akkor miből főzünk? Hát bazd meg abból, amit hoztál. Hát nehogy ne nekem kelljen, én most jöttem meg. Újra szövetségre kell lépnünk, hogy lássatok tisztán ti is, hogy kik a valódi felelősök, hogyan lehet... Kik? Mondd akkor! Kik? Egy globális, megfoghatatlan, jó, igen, értem. Kijönni, mert egyébként nem lesz ebből semmi. Ilyen ez a zenekar, amit éppen most fújnak fel. Tehát nagyon jó zenét csinálnak, nagyon jó szöveget tolnak. Hát ez ilyen tipikus, jó, hát értem én a fiatalokat, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, csak hát nem olyan jó mégis. Karizma van bőven, kicsit sok is, de ebből lesz még baj a fiúknak, most azért mondom, hogy valamit mondjak olyat is, ami esetleg ugye bejön vagy nem jön be. Ugye ahol három karizmatikus énekes is van, hát előbb-utóbb azért most még tart a kezdeti lelkesedés, hogy két éve. De már túl van a kezdeti lelkesedésen, de jó. Na, mondjad meg a Carson Commandnak, hogy kéne. Még sehol se voltak, és fél éve hihetetlen sztárok. Nem fél éve, mindegy. De tehát minden azért, hogy mondjam, komoly és rendben van, kivétel a fő lényeg, ugye? Üzenet is van bőven, például az énekes, akit Giorgio-nak hívnak, ugye? Igen, utána nézd. Ugye annak a pólójára fel volt írva, hogy a homofóbok buzik. Ajaj, Giorgio. Jó, ezt még belerakjuk a tűrt kategóriába, de azért vigyázzál magadra. Ugye bejártad is a sajtót, tehát fantasztikus kezdés. Nem tudsz még ezen se nevetni, hát azért ezzel nincs baj, szerintem. Az is egy üzenet néha, hogy például az egyik fő üzenetük az, hogy túl sok. Túl sok. Fiatalokon, ami van egy érzés, hogy egyszerűen sok már, nem bírják, nincs már tovább, hová, sok. Hát, így is ezt lehet foglalni. A zenék azért valamennyire az érzelmekről szólnak. Erős érzelmek, amik megindítanak egy dalírásakor. Beutaztátok az egész világot, a legdrágább cuccokban, a legdrágább fesztiválokon, a legdrágább telefonokkal, a legdrágább koncerteken csapatjátok már gyerekként. Fú, mert meg akkor a boomerkedést rég hallottam. Adj erőt! Azt hiszi ilyenek a fiatalok, hogy mindenkinek a legújabb telefonja van, tele van pénze. Értem, hogy a környezetedben csak neres szülők vannak, meg gyerekek, bazzeg, de azért nem ilyen a mai fiatalság, bazzeg, hogy mindenből a legmenőbb és legújabb van. Hát te hol élsz, bazzeg? Te hol élsz? Ilyennek érzik a mai fiatalokat, hogy ilyen kurva jólétben van mindenki. Hát jó, vannak bizonyos körök, igen. Valószínűleg ők inkább abba a körbe mozognak. Semmit, de semmit nem kellett még letenni az asztalra, semmi házi munkába sem. Úgy döntöttetek, hogy amúgy könnyebb csak a kanapén trónolni, meg a WC-n és a segéteket mereszteni. Nem, hogy a világban máshol. Semmit. És már is nagyon sok. Jó, hát ezért ez volt egy kis általánosítás feeling, egy icipici. Érthető, tehát veletek érzek, de érthető, csak valahogy látnotok kell, hogy mi lesz, ha még csinálni is kell valamit.
Itt vagyok kint az életbe 20 évesen, és megélek papír nélkül. Köszönöm szépen. Hát ez az. Nem csak pofázni az interneten hülyeségeket. Okay, én mondom, hát én is ezt csinálom. Jó, ez kicsit azért kikérhetem a fiatalok nevében, hogy azért nem mindenki a luxus körülmények között nő föl. Vagy arra gondolom, most lesz ez új műsor, hogy kőgazdag tinik, vagy kőgazdag fiatalok. Lehet, hogy azt hiszi, hogy az összes így él be. Légy szíves? Azt terhel túl benneteket, hogy a világ gazdaságot erőszakosan át akarják alakítani, és ideológiailag megmétejezve abszolút minden belső biztonságot kirángattak belőletek, és ott vagytok az űrbe. Erről nem esik szó. Ez a világ mindig is így működött, hogy társadalmi változások voltak, és értem, hogy te is kicsit meg vagy riadva, mert ahogy változik a világ, már nem olyan, mint amiben felnőttél, és azt érzed, hogy ki van húzva a lábad alól a fix dolgok, felnéltél A dologba, és már B van, aztán már lassan a C, és ezért azt érzed, hogy most valaki biztos tönkre teszi a világot, de hát mi a másik opció, kedves uram? Az, hogy ugyanolyan maradjon a világ, ilyen még sose történt. A világ nem fog ugyanolyan maradni, hiába szeretnétek, hogy megálljon az idő, és ugyanolyan legyen, mint amikor fiatalok voltatok, mert különben nem értitek, és azt érzitek, hogy valami globális teljesen átalakítja, de egyszerűen a társadalmak változnak folyamatosan, és tudom, hogy rémisztő, és nem lehet követni, de hát ez mindig is így működött, bazzeg. És mindig is voltak az emberek, akik nehezen találták a helyüket a világban. A fiatalok általában nehezen találják a helyüket a világban, de aztán megtalálják jó esetben, te meg elveszted, mert bazzeg közben azzal, hogy a fiatalok megtalálják a helyüket a világban, átalakítják azt a világot, mert nyilván nem biztos, hogy tetszett nekik, ahogy régen működök, és azzal évtizedek alatt változik a világ, és ahogy megváltozik a világ, te ránézel a világra, hát ez már nem olyan világ, hát én ezt már nem értem annyira, szóval biztos valami gonosz felső hatalom az, aki megváltoztatja, nem. A világ ilyen. Az emberek összessége, és hogy az emberek összessége változik, ugye a világ is megváltozik. Hogy a valakik által mesterségesen elvállított válságok egymás után következnek, erről rengeteg videó. Na jó, ez érdekes iróniája ennek, mert nem tudom, hogy hol van még mindig háborús vészhelyzet, meg állandóan valami ellen megyünk, meg valamivel harcolunk. Van egy ország, aminek ez a taktikája, mert hogyha mindig valami ellen harcunk, akkor nincs időd arra figyelni, hogy éhen halsz mindjárt. Még mindig jobb szegénységben lenni, mint az, hogy valaki megszálljon. Újabb és újabb válságokat generálnak, nem kellene ilyen válságnak lenni. Nem természetes közgazdasági válságok. De! Ja, hogy konkrétan valamelyik nem természetes, de közgazdaságban a válságok azok nemhogy természetesek, hanem szükségszerűek. Egyszerűen ez van. Nem, semmi nem természetes ebből. Akkor más tanultunk a gazdaságban. Szándékosan rossz döntések eredményeképpen egyre rosszabb világot élünk. Igen, az a gonosz emberek. Úgy képzelni, mint valami főgonoszok amerikai filmekben, hogy most hagyjra hozzunk rossz döntéseket, hogy mindenkinek szar legyen. És az nekem jó lesz? Jó, hogy nem akartok előre tekinteni, hogy a karrier és anyagi kilátástalanság ilyen értelemben megjelent lebegő damokleszi kardként, ez abszolút rendben van. De ezek nem a szülők és nem a magyar politikának a dolgai. Nem ám. Hanem éppen annak a rendszernek a terméke, amiben ti hisztek, aminek a ti a katonái vagytok, és ezek a zenekarok is a katonái. Hol vannak az igazi felelősök? Hát ez az. Valóban elbújtak a propaganda szoknyája mögé, nem? Ugye ezt a felfújt nemzetközi sztárok és a nemzeti sztárok sem kérdezik. Nem kérdezik. Ugye? Kérdezik. Mert konzervként ezt kapták nyugatról. Konzervként nem van, kiket kell szídni, és ha szidod, akkor sima ügy. Akkor világsztár leszel, mert tényleg... Nem elég az, hogy világsztár legyen. Főleg az emberek nagy részen leszarja a politikát, de jó van, oké. Ha az igazi felelősséget szídnál, akkor azonnal lekevernének. Lehet, hogy... Igen. Biztos lekevernének Magyarországon, hogyha szídnám a Gyurcsányt. Nem rögtön támogatásokat kapnék, meg egy Petőfi díjat. Egyszerűen csak megnézik és követik a mintát. És a mintában ez van benne, hogy én, ha olyat mondok, körbe-körbe vezetem a pusztába ugye a népemet. Valódi vezetők vagy a hibások azok meg a háttérben nyomják az ipart. Pszichés terhelés. Még semmit sem tettünk, s már túl vagyunk terhelve. A technológiai függőségek által okozott információs és nem tudom, elektronikus túladagolás. Azért nem beszélnek erről, mert ti függők vagytok, és egy függőnek valaki azt javasolja, hogy szálljon le a függőségről, azt azonnal kiírtja. Tehát rögtön nem lenne népszerű,
De nem az igazi problémáitokról beszélnek, hanem egy látszat dologról beszélnek, vezetnek titeket orrotoknál fogva, és bizony-bizony elveszik a pénzeteket. Még azt is. Pedig az egyre kevesebbet ér arról tesz más, nem? A legesleg olcsóbb nemzetközi technika félrevezetni embereket az, hogy felemelnek ilyen embereket. Mint például a megafonosokat, akiket mesterségesen felemelnek, aztán pénzelnek, hogy eljusson hozzád. Eleve rosszat mond, vagy rossz árnyékra vetődnek, mert jókat mondanak, meg jó zene, meg jó minden profi. Persze, jó. De ha árnyékra vetődnek, akkor annyit csak teret kell nekik adni. A legolcsóbb dolog a világon, mert minél nagyobb hírnevük lesz, annál jobban maguktól csinálják ezt. Istenem, ez meg az, én ezt kicsit most besokaltam már. És ami pénz bekerül a rendszer, hogy marha sok pénzt keresnek, azt meg ti fogjátok kifizetni. Vagy mi, a szűz? Ja, csak én önként fizetem ki. Önként fizetem ki, mondjuk, hogyha elmegyek egy Carson Coma koncertre, miközben a megafonosokat, meg úgy sejtem téged, nem önként fizetem, hanem az adómból fizetik. Valahogy mindig ezek valahogy beköthetőek valakin által, valami kormány közelbe, bazdmeg, és na az jobban zavar. Ugye oda fogjuk adni nektek, hogy ti fizessétek be ezeknek a fiúknak, akik még gazdagok is lesznek. Nem lehet, hogy egy csomóan dolgoznak, meg önszántukból én megkeresem a pénzem, és azt befizetem nekik. Csak a gyerekek és szülők pénzéből mennek a Carsonkon. Biztos ilyen is van, hát bazeg, ilyen miatt a világ a világ. De hát azért álljon már meg a menet. Ebből a rendszernek ez nagyon olcsó, nagyon jó. Mi ennyit kell nekik csak csinálni. Mondtam az elején, hogy ugrik rájuk a tömeg, azt szereti ez a médiabrigád, hogy ugorja rájuk a tömeg. Azért azt el szeretném mondani, most ne haragudjatok rám, a fiatalok, de... Nem fogok. Most a középkorúaknak is beszélek, hogy nem ugrik rájuk a tömeg. Hát na, hát azért nem olyan jók. Hát énekelgetnek, na, gyenge, lagymatag nemzedéket láttam ott. Tisztelet a kivételnek, biztos, hogy nem voltak ott. Hát pedig... egy Carson Coma, aki hogy mondjam, olyan alternatív zenét játszik egy szigeten, ahol a legtöbb ember külföldi. Én azt hiszem, hogy Circle Pitek vannak, és pogoznak össze-vissza az emberek. Nem tudom, mit vártam úgy pontosan. Tehát hozzánk képest. Ó, hát ti még nagyon szétrugtátok egymás fejét, ott úgy bulisztatok, de láttad a szigeten, nem tudom, délután felépni a Carson Coma, ott nem volt akkor a buli. Fölszántottuk ott. Előtt, tehát olyan pogó volt. De lehet, hogy ez más zene volt, bazzeg. Meg lehet, hogy nem az... Jó, mindegy. Ők még bulizni is tudtak, a mai fiatalok már bulizni se tudnak. Táncba tettük bele az energiánkat, és azt éreztük, hogy marha erősek vagyunk, és azt az erőt bármire tudjuk használni. És mire használtátok, bazzeg? Mire? Az átmentsétek a kommunizmust ebbe a rendszerbe. De most nincs ilyen. Most ilyen... Nagyon föllázadunk, akkor egy kicsit énekelünk és egy kicsit mozgunk. Bazd meg. Erőt sehol nem láttam. Nagyon nehéz lesz így forradalmat csinálni. Erő kell nektek, fiatalok, szedjetek valahonnan elő erőt. Az erőhöz cél kell. Hát igen. Nektek célt kell találni. Nincsenek rákényszerítve a fiatalok, mert hogyha azt látják, hogy itt egy következmények nélküli ország van, ahol megszakadhatok, akkor is mindegy, akkor lehet, hogy azt mondja a fiatal, hogy de közben kinyílt a világ, oda megyek, hova akarok, tudok angolul, jó esetben, ha nem, majd megtanulok, fogom azt, elmegyek, azt megnézem, mi van még a világban. Úgyhogy ez lehet, hogy segít abban, hogy itt ne legyen állandó forradalom, meg az, hogy bármi van, nincs következmény, semmi. Megértem a fiatalokat, azt mondja, faszom, rohadjatok itt, bazzeg, én körülnézek. Beléptem, elhúztam. Nekünk azért kellene megharcolni, hogy legyen érdemi vita. Ha van valami kérdés, ne nyomják el mindig az egyik oldalt, és emeljék fel a másikat, hanem bármelyik oldalon bármi legyen, azt meg lehessen vitatni. Hú, ez jó lenne. Viktornak is továbbadhatnád például. Nektek kéne megharcolni, hogy hát ha igaza van a másik oldalnak, hát ha van ott valami. Nézzük már meg azt a vitát, úgy, mint Amerikában már is, már Magyarországon is így vagy, betiltják a másképp beszélőket, hogy nehogy összezavarják. Amerikában már pont Trump nem ment el a vitára most. Ott legalább még van ugye elnöki vita jó esetben, ezt meglátjuk, hogy most lesz. Jó ideológiailag megfertőzött embereket, azok már jól beállt, hogy nehogy összezavarják őket, ezért be van tiltva. Ezért a szabadságért kéne harcolni, és bizony össze kell fogjunk a művészekkel, azokkal a művészekkel, akik tudnak, és akik mernek. Kik azok? Mondja egyet! Ők a szabadságharcosai nem mernek igazán igazat látni, mert akkor odavész a mákony, odavész a hírnév, odavész, akkor ne kövessük őket.
nekünk azért valahogy tisztán kell látni. Remélem, hogy érdekes téma volt ez is, hogy látszódjon, hogy egy konkrét ügy kapcsán... Egy konkrét ügy kapcsán hogy tudok beszélni 25 percet, hogy egy konkrétumot nem mondok? Nyilván ezt többi zenekarra is ki lehetne vetíteni, ki lehetne jobban vesézni, bele lehetne menni a szövegekbe pontosan, mert minden, de... Hát bele lehetne, és akkor lenne érdemi párbeszéd, amire lehetne reagálni, nem csak a bullshit. Talán mindenki maga is rájön arra, hogy igazat beszélek, és... Ja, jó, hát bemondásra együtt tovább tudunk menni, hogyha újraépítjük a gyökereinket. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk, és... Na, én is örülök, na. Azt hiszem, hogy több szigetes videót most nem csinálok. Köszönöm szépen, hajrá együtt. Na jó. És még nem végeztünk, mert van egy ehhez kapcsolódó videó a szigetről, még a szabadságról és a fiatalok kapcsolatáról most megyünk tovább, még fincsibb részletekkel. Megértem, hogyha ezt valaki nem bírja tovább, és itt kiszáll, de még meg kell fejteni azt, hogy a fiatalok szabadsága miért veszett el. Úgyhogy ezzel folytatjuk. Artificial love, we just make it up.